elkészült és vitára javasolt és vitára készítették a BTK módosítását, hát akkor vitázunk is róla. De azért nem tudom megállni, hogy ne valami más témával kezdjük a beszélgetést, egy olyan témával, amivel az előbb abba hagytam a beszélgetést Kuncza Gáborral, mert most Hak Péter a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Szóval ugye BTK-zunk, de ha már a nap egy meglepő híre az volt, hogy a közéletbe, talán valamikor a politikába is visszatér Kuncza Gábor, akkor nekem most önnel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy és ön meg alakítói pártot? Mert már erről is olvashattunk annó híreket. Nem, most nem alakítok új pártot. Ma se alakítottam, és holnap se tervezem, de... Hát nem úgy gondoltam, hogy ma délelőtt alakított egy új pártot, esetleg délután. Nem, jelen pillanatban semmiképpen nem tervezem az új párt alakítását. Hát 2014-ig még van, valóban 2 év. Alakulhat úgy a helyzet, hogy úgy érzi majd, hogy erre szükség lesz? Ugye a politikában ez van egy alapelv, hogy soha nem mondjuk azt, hogy soha. Most én kisebbnek látom ennek az esélyét, mint akár 2 évvel ezelőtt. Tehát én úgy látom, hogy a politikában, az országos politikában az a körülmény, hogy a jelenlegi ellenzék nem nagyon találja a helyét, nem tud profitálni abból, amit elveszít a kormánypárt a népszerűségből. Ez azért eléggé beszűkíti a politikai mozgástereket, és nem biztos, hogy az lenne most a jó megoldás, ha még tovább apróznánk az ellenzék oldalát. De lehet, hogy kinyitja a mozgástereket. Tehát, hogyha a jelenlegi ellenzéki pártok, azok nem tudtak semmit profitálni azokból, akik csalódtak, dühösek, pártot akarnak váltani, vagy kormányt akarnak váltani, nem találnak kire. Hát ez pont nyitja a kaput, hogy akkor az új szereplőkre viszont igény van, mert az új szereplőkre sokkal nagyobb eséllyel találnak rá a most pártot választani nem tudók, mert hogyha most nem tud magának a jelenlegi palettából pártot választani, akkor valószínűleg 2 év múlva se tud a jelenlegi palettából választani, nem? Ez egy lehetséges felvezetése a politikai tények elemzésének, de én azt gondolom, hogy jelen pillanatban még nem érkezett el az a politikai momentum, ami egy új párt számára megnyitná a lehetőséget. Ugye az új párt az nem olyan, mint egy új bútor, hogy elhatározzuk, hogy lemegyünk és veszünk egyet, hanem a mögött szükséges, hogy legyen egy világos választói tömeg, amelyik egy meghatározott irányba szeretné a változást létrehozni. Én most azt látom például az ellenzéki oldalon is, hogy nagyon sok mindenféle elképzelés szerepel arról, hogy mit kellene a jövőben csinálni, tehát hogy milyen irányban kellene elmenni, és nekem úgy tűnik, hogy csak akkor szabad egy új választásnál, egy új politikai erőnek megjelenni, hogyha nagyon tiszta a profilja, és akikkel egyetért, azokkal minden lényeges kérdésben megegyezik. El kellene kerülni egy olyan szenáriót, ami Szlovákiában történt, hogy a megverték a Fico kormányt. Egy széles ellenzéki összefogással, és utána hát tulajdonképpen megbuktak, mert a győzelem után derült ki, hogy alapvető kérdésekben nem értenek egyet. Akik esetleg kihívói lesznek a jelenlegi kormányzatnak 2014-ben, ha akkor lesz a választás, amit én valószínűleg tartok, ha ők nem tudnak előtte megegyezni a kormányzásban, és nem tudják a választóikkal megértetni, hogy mihez kérik a bizalmukat, mert a mostani frusztráció, a mostani társadalmi reakciók a jelenlegi kormány az, hogy óriási volt az elvárás, és nagyon nagy elvárást gerjesztett a Fidesz saját maga iránt, hogy megoldunk minden problémát, ráadásul fájdalommentesen nem lesznek megszorítást, megvédjük a nemzeti érdeket. És hát láttuk mondjuk a Malév ügyében, hogy hát ez markánsan mutatja, hogy még csak rendesen menedzselni se tudtak egy válsághelyzetet. Nem szabadna annak előfordulni, hogy a következő választások után újabb ilyen illúzióvesztést éljen át a magyar lakosság. Aki akkor a bizalmat kéri, annak világossá kell tenni, hogy mihez kéri ezt a bizalmat. Na akkor innen át is tudunk kötni a mi témánkra. A bizalomkérésnek és az elvárásnak mindig egy nagyon-nagyon markáns eleme a közbiztonság. Tehát, hogyha a választásokon vannak fix témák, akkor az. A közbiztonság az, meg az egészségügy is, az oktatás is az. Hát itt 2 hét alatt ugye rendet ígért és közbiztonságot a kormány. Ezt azért azóta olyan nagyon bizonyítva nem láttuk, még a kormány részéről sem láttuk bizonyítva, hogy sikerült is 2 hét alatt. De most a BTK
módosítása is ezzel a rendteremtési szándékkal került napirendre, és az indoklásában az előterjesztésnek az van, hogy világossá teszi, mármint ez a tervezet, a társadalom minden tagja számára, hogy Magyarország nem a bűnelkövetők paradicsoma. Világossá teszi ez a tervezet? Hát attól tartok, hogy érdemben nem. Tehát azt látjuk, hogy a Fidesz kampányának, illetve a kormánypártok kampányának és a Jobbik kampányának is az egyik legerőteljesebb eleme az volt, hogy összeomlott a közbiztonság, hogy tarthatatlan a helyzet, hogy ki vannak szolgáltatva az emberek a bűnözőknek a hazája, vagy paradicsoma Magyarország. Ez a kampány nagyon erősen a Marion Kozma sérelmére elkövetett nagy felháborodást kiváltó emberölés után lángolt fel, akkor nyújtották be először a három csapás nevű javaslatukat, és ez a kampány tartott egészen a választásokig, és ez jelent meg a választások utáni első törvénymódosításokban, amelyek ugye radikálisan szigorították a büntetési tételeket, törvényerőre emelték a három csapást. Ráadásul a kissúlyú cselekményeknél, az úgynevezett szabálysértéseknél is nagyon szélesen nyitották az elzárás lehetőséget, fiatalkorúakat is elzárásra lehet ítélni, és így tovább. Tehát ezeket a lépéseket megtették. De ha megnéznéte volna valaki az adatokat, hogy hogyan is alakul az előző 10 év, tehát a választások előtti 10 évnek a bűnözési helyzete, akkor a valóság az volt, hogy a bűnözés tulajdonképpen tendencia szerint csökkent. Tehát 2001 és 2009 között, vagy 99 és 2009 között tendenciájában folyamatosan csökkent a bűnözés. Tehát az, amit a Fidesz felfestett képként a közbiztonságról, az a tényekkel, tanyája, az adatokkal nem volt alátámasztható. Hát ezt meg is tudjuk mutatni, hiszen ezek teljesen nyilvános számok. Ez itt az első ábra, ami előttem van, ez a regisztrált vagyon elleni bűncselekmények. Ugye ez szokott ráadásul a legérzékenyebb, leggyakoribb is, és a legérzékenyebben érít minket, ha csak idézőjelbe véve a táskánkat lopják el, már az is hihetetlenül meg tudja keseríteni az életünket. Hát itt azért elég jól látszódik 91-től 2010-ig a piros vonalunkon az, amit ön mondott. Hát ez ugye a rendszerváltás utáni állapotokat jelz, és valóban, ahogy mondja, az összes bűncselekményen belül a több mint 67% az a vagyonelleni bűncselekmények aránya, és tulajdonképpen aki látja, ez nem egy ellenzéki vagy politikai grafikon, ez a kormánynak a honlapján szereplő grafikon, és azt jelzi, hogy csökkenés történt a változás, bocsánat, nem is a kormány, hanem a legfőbb ügyészség honlapján szerepel. Igen, tehát ez a legfőbb ügyészség honlapján szereplő grafikon, ahol meg a növekedést látjuk, az az utolsó elem, az 2010, tehát a kormányváltás után. A 2011-es adatok itt, még nincsenek fenn a honlapon. Itt ugye fordult egy kicsit ez a piros vonalunk, tehát a lefelé tartó tendencia, bár itt is van egy, tehát 2006, most annyira belenagyítottam, hogy az évszámot már nem látjuk, igen, de a piros vonal érdekes nekünk. Tehát ez a csúcs, ez körülbelül 2007-2008 körül lehet. 2007 körül lehet, 7, és utána jön egy csökkenés. Hát, hogyha azért 6-7-8-9, tehát 9-ig csökkenés, 2010-ben növekedett. Így van, tehát a kormányváltás után, miután ugye bejelentette a kormány a három csapást. Még feltűnőbb az összes regisztrált bűncselekménynél. Uh-huh. Itt ugye ezen az oszlopdiagramon azt látjuk, hogy 2005 és 2009 között az összes bűncselekménynek a száma csökkent, és ha megnézzük 2001-hez képest, tehát az egy évtized uh-huh. alatt, ugye több mint 460 ezerről lecsökkent a végén 390 ezerre. 394 ezer, igen. 394, ez egy nagyon jelentős, bár csak az államadósságra tudnánk ilyen adatokat mutatni, ez egy nagyon jelentős, pozitív változás. Természetesen mindenki tisztában van vele, hogy a választópolgárok nem azzal kelnek fel reggel, hogy megnézik a statisztikát, és akkor, amikor azt látják, hogy lefelé megy, akkor nyugodtan mennek ki a lakásukból, hanem megnézik a híreket, és a hírekben azt hallják, hogy valakit hátba szúrtak a Széll Kálmán téren, egy idős asszonynak a lakásába betörtek, és megijesztették, és ettől létrejön egy pánik. A politika rájátszik erre a pánikra, ugye a szakirodalom úgy nevezi ezt, hogy a morális pánik. Az emberekben félelemérzetet kelt, és azt mondja, hogy ha én nem vagyok, akkor mindent el
fog veszni, és ebben a pánikban az emberek azt várják, hogy minél súlyosabb legyen a bűncselekmények büntetése. Ugye miközben például az emberölések, amiktől joggal fél mindenki, az emberölések száma, azt hiszem erről is van egy... Igen, ez a befejezett grafika, szándékos a befejezett emberölés. Szándékos emberölések száma, ugye azt lehet látni, hogy 10 év alatt, ugye 250 néhányról lecsökkent 2009-ig 135-re, és 2010-ben ez 133-ra csökkent, de van egy rossz hír, hogy 2011-ben, ott már van 2011-es adat, az is elkezdett növekedni, tehát az a tendencia, amit itt 2000, a szándékos befejezett emberölések, ugye itt nem lehet statisztikai bűvészkedést elkövetni, itt nincsen olyan cselekmény, amit el lehetne rejteni a statisztikába, tehát ami 2006-tól 2010-ig folyamatos, 5 éven keresztül folyamatos csökkenés, az 2011-ben a három csapás bevezetése ellenére egy növekedés, és a legutóbbi adatok szerint 144-re ment fel. Én csak bízni tudok benne, hogy ez utána újra vissza fog csökkenni, tehát nem tendenciaszerű változás, de jelen pillanatban a rendelkezésre álló adatok nem támasztják alá azt, amit a kormány mond, hogy a szigorú büntetések azok segítenének a helyzet orvoslásában. Ezek az adatok úgy születnek, vagy a grafikonok úgy születnek, hogy hány befejezett szándékos emberölés történt, tehát megvan az áldozat, vagy már a felderítés után?